Szabadkai zenekar nyert Pesten egy nívós tehetségkutató versenyen, ez lesz nem sokára, előtte pedig Mozgásszínház. Varga Herietta Test térkép címmel tartott kétnapos műhelymunkát a Kosztolányi Dezső Színház szervezésében. A cél az egyes mozgáselemek tényleges elsajátítása, megélése, kifürkészése és a természetközeli élmények felerősítése. Tartsz a másikra, ugyanúgy a kezeddel, mint a fejeddel, tehát van egy irány. Milyen témába tartod a mostani műhely munkádat, mert hogy ez már sorozatban hanyadék, nem tudom számolod. Hát most valójában elég nagy kiesés volt, remélem, hogy ezek után nem így lesz, nagyon szeretném. Most, ami engem nagyon érdekel, az az, hogy hogyan is összeszedni magunkat úgy pszichikailag, fizikailag, hogy magunknak és másoknak létezzünk. Tehát ehhez olyan állapotba hozni nem csak az előadót, hanem mindenkit, akit egy kicsit is érdekli önmaga, hogy képes legyen a környezetét és magát is megfigyelni és meghallani. Egy ilyen gyakorlat például erős kondicionálás lehet egy drámai színházhoz is akár? Szerintem a fizikai kondicionálás, hogyha nem tudom, erre gondoltam. Is. Tehát ez azért fontos, hogy utána minden mást meg tudjunk lépni. Tehát olyan állapotba hozzuk magunkat, ami befogadhat valami olyat, amit még nem ismerünk, amit még nem tapasztaltunk. És mennyire feltételezi azt, hogy fizikailag is azok az emberek, akik ezen részt vesznek, azok legyenek egyfajta szinten, edzettek legyenek akár, vagy ez teljesen független? Én most Szabadkán úgy állok ezzel az egésszel, hogy tehát én nem szeretnék föltételeket rakni, mert úgy gondolom, hogy nincs értelme. Az természetesen sokkal jobb, hogyha valakinek van egy fizikai erőléte, de ez bekövetkezhet, meg megoldható, hogyha dolgozunk együtt. És ezeket a gyakorlatokat úgy kell elképzelni, hogy látványában is furcsa, vagy inkább egy belső koncentráció az alapja mindennek? Hát mi az, hogy... Mert ha mozgásszínházra asszociálunk, akkor nagyon sokan, akik nem vagyunk minden nap kapcsolatban ezzel a fajta színházzal, vagy ezzel a fajta kultúrával, nem tanuljuk, nem értjük, akkor azt gondoljuk, hogy olyan jelképekbe és olyan mozgás variációkba kell gondolkodni, amit nem biztos, hogy így első látásra megértünk. Na, én most arról beszélgettem éppen el a lányokkal, a tópartján, mert most már három óra intenzív munka után vagyunk, és volt egy negyed óra pihenőnk, hogy szerintem nagyon fontos, aki mozgással foglalkozik, hogy először is legyen egy olyan mozgáskultúrája, ami tradicionális mozdulatokon alapszik, legyen az népi tánc, vagy egy tradicionális színház, vagy egy tradicionális tánc, mozgásszínház, és ami másik nagyon fontos, hogy megtalálja az ő saját mozgásvilágát, vagy táncát. És hogyha megvan a kodifiát, vagyis ez a nagyon régi időktől időkig tartandó, még mindig megmaradt tánc, meg az enyém, ami bennem van, ami velem született, és hogyha ezt képesek vagyunk összehangolni, először egy diszharmónia, utána pedig lassan egy harmonikus egyet fog alkotni, tehát ezt tudom neked erről elmondani. És ilyenkor elég ez a két nap? Dehogyis, ez nagyon kevés. Tehát ez, de hát mindennek van egy kezdete, és én bízom abban, hogy erre szükség van. Nagyon. És azt hiszem, hogy tehát az Andrással, amiről én beszéltem vele, és azt hiszem, hogy megértett, hogy én azt szeretném, hogy valami elinduljon Szabadkán, ami arról szól, hogy igenis van egy olyan nyitott műhely havonként, hogyha lehet, ami a saját mozgásodat, nem csak tánc, létezésedet
hozza létre. Ami úgy lehet, hogy ugyanolyan fontos egy zenésznek, mint egy egészségügyben dolgozó személynek, aki azt mondja, hogy igenis érdekel az énem, a létezésem. És akkor ezek szerint ez azt is jelentheti, hogy szakmától teljesen függetlenül, vagy elhivatottságtól teljesen függetlenül kialakulhat ilyenkor az emberbe egy olyan affinitás, ami érzékenyé teszi erre a fajta ráhangolódásra. Pontosan, ugye? És utána indul az, hogy individualista munka. Tehát én színész, táncos vagyok, nekem nagyon fontos, hogy különböző gyakorlatformák, ezek mind csak egy tarsoly ahhoz, hogy utána én létrehozzak valamit a színpadon. Tehát ez mindegy egy fölkészülés. Ez, amit én mindig fontosnak tartok, hogy nem a színész a fontos, vagy nem a táncos a fontos, hanem az, hogy hogyan van az a személy itt. Tehát, hogy milyen jelenléttel van itt. Tehát ennyi. És amikor saját magatok, vagy lehet-e egyáltalán táncosnak, saját maga készít csenddarabot? Nagyon nehéz. Én most ezen vagyok, most készülök egy szólóra, és azt gondolom, hogy az előadó az egy társas lény. Tényleg. És hát igen. Hát meg hogy látod magad kívülről? Az meg egy másik dolog, hogy... Tehát persze ki lehet fejleszteni azt, hogy igenis van egy külső és egy belső látás, és hogy igenis figyelek magamra, és tisztában vagyok, hogy mi történik abban a pillanatban, amikor megpróbálom elhagyni az elmémet, hogy mégis követem. De ez annyira ember. Plusz teher, nem is, hanem hogy ez nem, tehát ez természet fölött túli, természetes, ami egy feladat szintén. De nem hiszem, hogy az előadó az, vagyis az hát igen, előadó az egy, ő egy társas lény, szüksége van legalább még egy emberre. És hol készíted ezt? Most Franciaországban, tehát Toulouse mellett úgy hívják, hogy Tournefeuille. Ez egy kulturális központ, és ott kaptam lehetőséget, hogy befejezem. Már egy éve készülök a szólóra. És hát most... Három csapatban dolgozom, az egyik az még mindig az a nagyon régi, a Nagy Józseffel, és még mindig játsszuk a Vojcekot, aminek nagyon örülök, tehát már 10 éve játsszuk. És még ekkora igény van? Igen. Igen, és mindenhol szeretik, és mi is imádjuk, és megpróbáljuk éltetni, és... Lehet egyébként, ha már itt tartunk, lehet 10 év után újat csempészni még az adott előadásba, lehet. Azon belül, hogy kötöttségek vannak nyilván benne? Lehet. Azért, mert élő. Pont ez, amit az előbb mondtál, ugye, hogy gerjesztél magát. Így igaz. Tehát valami elhal, valami már nincs, és ez helyet ad az újnak. Csak ehhez kell egy olyan flexibilitás, ami arról szól, hogy igenis, megengedem azt, hogy eljussak odáig, hogy nekem erre már nincs szükségem. Én nem veszítek, hanem nyerek azzal, hogy nem ugyanúgy lépek, nem ugyanúgy mozdulok, nem ugyanúgy reagálok, hanem ez már nem az enyém, nem hozzám tartozik, ezt átadom, odadom valaki másnak. Tehát én úgy gondolom, hogy valójában semmi sem az enyém, én csak megízlelem, megkóstolom, és tovább megyek, tovább adom. És ezen kívül mivel dolgozol még, milyen darabokkal? Tehát van egy trió, ahol egy zenészlány, egy táncos, és én a színház és a tánc között vagyok, és akkor van ez a szóló. Valószínű, hogy láthatunk majd egyszer Szabadkán is a szólóval. Nagyon remélem, hogy eljutok ide is vele. Szabad fordításban a Déli Népség címet viselő zenekar 3 éve alakult egytől egyik tapasztalt zenészekből. Nemrég megnyerték a rockzenekarok tehetségkutató versenyét, a Bandák csatáját. Az együttes tagjaival erről is beszélgetek.
2018-ban alakultatok, hány megmérettetésetek volt, hány bemutatkozásotok volt ez a 3 év alatt, milyen gyakorisággal vagytok jelen? Minden koncertet annak vehetünk végül is, mert minden alkalom, amikor az ember kiáll színpadra, az egy megmérettetés. Tehát most, hogy hány koncertünk volt, azt én nem számoltam eddig. Most volt pont a 20. tulajdonképpen, tehát ez nem mindegyik full műsoros van, ahol csak egy-két számot, tehát ilyen verseny, meg hasonló fellépéseknél, viszont ez volt épp a 20. a legutolsó, tudom. És akkor a szervezést igényelnek ezek a koncertek? Hívnak benneteket, vagy ti jelentkeztek? Hogy működik? Hát ez változó. Tulajdonképpen vagy mi kiszemelünk egy helyet, ahol szeretnénk játszani, és akkor kapcsolatba lépünk a tulajjal, vagy pedig olyanra is, tehát olyan is szokott lenni, amikor minket keresnek meg, és akkor ez... De rengeteg egyeztetést igényel, tehát általában Doki meg én csinálom ezeket a dolgokat, de az a probléma, hogy nagyon sokszor a megbeszélthez nem tartják magukat. Eleve a klub tulajok vagy a szervezők, és akkor jönnek a gubancok. Tehát kimegyünk helyre, le is játsszuk a programot, aztán fizetésnél kiderül, hogy nem az van, amit megbeszéltünk, ugye? Vagy olyan is, vagy nem az van, amit megbeszéltünk eleve, tehát hangosítással, vagy valami mondja, minden van, hát. Tehát nincs. És tulajdonképpen ez a mostani együttesetek. The Southern Society. De hogyan? Southern. Ez a déli népség. Mondjuk angol, így, nekem ez magyarul nagyon tetszik. Én magyarra lefordított, a déli népség, ez tökéletes. Faterem, a szutykos szocialistáknak hív bennünket, úgyhogy attól jobb. Az előző együttesedből kik vannak benne? Senki. Senki. Ez ilyen éles váltás volt? Nem, ez egy teljesen új gárda. Tehát Andrével találkoztunk, ő rágta a fülemet még anna az előző bandánál már, hogy csináljunk valamit, akkor neki volt valami előző projektje, amiben fölénekeltem egy pár dalt, és aztán úgy jött ki, hogy mind a kettőnknek szünetünk volt. Meg volt egy másik zenekar, a Overdrive, amiben szintén ugye éppen akkor úgy tengtek-lengtek a dolgok. Én hoztam a dobost, úgyhogy az én előző zenekaromból ő az egyetlen, aki most pillanatnyilag nincs itt. A Marci. A Marci, igen, akivel már zenéltem együtt is. Úgy éreztem, hogy ide érdemes áthozni, mert többre képes. És kész koncepcióval indultatok? Tehát így megvolt a fejetekben, hogy mit szeretnétek? Tulajdonképpen annyit akartam hozzáfűzni ehhez, hogy én voltam az utolsó, akit addig fűztek. Ez jelent valami? Hát tulajdonképpen játszott még egy basszusgitáros, és akkor mi Tibivel már nagyon régóta ismertük egymást, és akkor mindig arról beszéltük, hogy egyszerűen jól lenne zenélni, és akkor hát úgy néz ki, hogy most itt el a pillanat. Ő azért ragaszkodtunk a Dokihoz. Doki az első pillanatban úgy nem tudta, hogy most mi lesz, úgy óvatosabb volt a dologga, de aztán nagyon-nagyon. Mert hogy ti nagyon ismeritek egymást, hát követitek ezt? Persze, hogy követjük. Aha. Tehát azért ismered azt, hogy ki mozog a színen, tudod azt, hogy ki hogy bánik a hangszerével, tudod azt is, hogy körülbelül milyen stílusban játszik, mozog, tehát meg milyen zenét szeret, meg milyen ember, meg végül is mondjuk én kiadtam több évet, tehát nem zenéltem aktívan egyáltalán, és akkor úgy azért kellett egy pár év, hogy kicsit visszaállnak a dolgok, és akkor amit meg is szenvedtek a fiatal emberek mellett kicsit, de hát... Ugyanakkor nem is akartuk elsietni a tagválasztást, ugyanis komolyan gondoltuk Tibivel ezt a dolgot, hogy tehát ki volt az egész találva, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, és olyan embereket akartunk találni, tehát a másik kettőt, Marcit és Dokit, akik szintén komolyan gondolják, komolyan állnak az egészhez hozzá, és stílusilag is tudunk passzolni egymáshoz. Tehát akkor, amikor munkáról van szó, kreatív munkáról van szó, vagy éppen amikor a mézes bödönnek nem a jó oldalát nyalogatjuk, sajnos. Hát főleg az van. Szóval egy szerbély zenekarnál, tehát ebben a stílusban azért be kell vallani, hogy nagyon nem nyílnak. Pontosan ezt akartam kérdezni, Tibi, hogy mekkora egy ilyen együttes reputációja. Most ugye elindultunk egy úton, és nem sokára beszélünk erről a Bandak csatájáról is, de hogy egyáltalán mekkora a megmutatkozási lehetőségetek van, mekkora teretek van, akár itt, akár egy picit, hogyha nyittok. Szerbiában nagyon rossz. Nagyon rosszak a lehetőség, itt politikailag tönkretették a rockszínteret. Ez szándékosan politikai direktívára a Milosevici rendszer kezdte el csinálni, és utána, amikor jött a változás, ott 2000 után, az új rendszer, az sajnos folytatta ezt.
Tehát gondolkodó emberekre nincs szükség. Azzal a szeméttel, amivel elárasztják a tévét, meg a rádiót, itt gondolok a nagy Grand Productionre, meg a különböző dance, rave, tehát különböző minőségtelen gagyi vonulatra, ezzel lehet a fiatal embereket, a fiatalságot teljesen hülyének és hülyeségbe tartani. Ezek a leendő szavazó polgárok, tehát ezeknek bármit el lehet adni. De ennyire politikai okot lehet venni? Ennek van egy nagyon komoly politika. A 90-es években ezt nagyon komolyan politikailag üldözték a rockzenét, és lehetetlenné tették. Tehát emlékezzünk arra, amikor a Party Breakers, az elektrisnyi orgazam, és az LKV kiment a térre, és egy kamionon énekelt, Amir Brat Emirt, amikor mindenki arról beszélt, hogy menjünk és teremtsünk nagy országot, és tűzön, vízen, más emberek vérén át. Tehát ott egyedül igazán csak a rockzenészek emelték fel a szavukat. Ott az akadémia a nagy intellektuális erő is mellé állt ennek a vérgőzös, vérszomjas politikának. És valljuk be, hogy többnyire minden alkalommal bárminek mellé áll az intellektuális tömeg. Tehát nem az iskolázott emberek állítják meg ezt a hálót. Nyugaton lényegileg más a helyzet, hogy látjátok? Hát több a lehetőség, az biztos. Ez a zene, amit mi művelünk, amit játszunk, ez egy különben olyan zene, amit nem mondhatunk tömegzenének, tehát nagyon kevés százaléka az embereknek hallgassa. Nyugaton többen. Többen. Van egy Wacken fesztivál, amin több százezer ember. Nem csak pénzkérdés, Tibi? Nem, ez egyáltalán nem. Megszervezni, jelen lenni egyáltalán. Rockzene nálunk, abba igazat adok, tehát nálunk Szerbiában teljesen a széle, perifériálissá vált, perifériára szorult. Itt ez tény. De hát itt sem, itt a blues zene, a jazz zene, itt minden, ami minőségi zenéről beszélünk, az mind periférián van, mert mindent kitolták, mindent. Tehát elvették a lehetőségeit, és megszüntették a helyeket, ahol lehet. Jelen pillanatban a klub tulajdonosok többnyire hakni bandákat, tezga bandákat várnak. Tehát azok kapnak előnyt. Az, aki saját anyaggal lép föl, tehát új anyagot, új minőséget akar teremteni, azzal nem akarnak kockáztatni. Úgy gondolják, hogy az nem tud olyan minőséget, nem is minőséget, mert nem minőség, közönséget, mert ők nem minőségre vágynak, egyáltalán nem bevételre, és ez egy teljesen különböző dolog. Bár szerintem a közönség arra fog menni, amihez szoktatják. Tehát a közönség az nem hülye. Tehát most Pesten, ahol voltunk, ott azért senki nem játszott földolgozásokat. Tehát voltak elszúrva, beszúrva egy-egy, mert hogy kérte kvázi szervező. De ott mind saját cuccot játszottak a zenekarok, és ott 40-valahány zenekar volt, aki bejutott nem tudom, 100, 200, 300 zenekar közül, aki csak hogy élőben megmérettesse magát. Tehát ott az, és azt mondják Magyarországon is, hogy ott is, hogy krízisben van a rock'n'roll. Hát nem most gondolom hozzá, hogy meglepően sok jó zenekar is volt. Tehát nem is az, hogy... Erős voltam ezért. Nagyon erős voltam, hogy meg is lepődjünk szintén szóval, és ami az érdekes volt, hogy ahányféle banda volt, annyiféle zenét játszottak. Tehát nem is az, hogy mindenki ugyanazt a stílus próbálta adni, hanem nagyon különbözők voltak a stílusok és különböző felállások. Ti hova soroljátok be magatokat? Mert nyilván ugye most a rockzenén belül, meg plusz a metálon belül ismer mindenféle irányzatok vannak. Hát, mi eleve rock metal, tehát mind a kettő keveréke. Nagyon nehéz behatárolni, szerintem lassan ki fogunk találni egy új stílus irányzatot rá, mert... Mocsár metal. Ahogy az éjfény találta ezt ki magára, ők is döntősök voltak, és nagyon jól összebarátkoztunk vele. Éjfénynek hívják a zenekart, egy csodálatos veszprémi banda. És hát őket is többször kérdezték, hogy mit játszanak, és akkor mondták, hogy mocsár metal. mert az övékében is minden is nekénye benne van. Úgyhogy mi is valamiféle ilyen mindent összedobálós zenét játszunk. A Vandák csatáról mit kell tudni? Hát második alkalommal szervezték meg Budapesten a Crazy Mama Music Pubban, és mi Tibi tudná többet mondani, mert tulajdonképpen ő találta meg ezt a lehetőséget, és akkor törtük az agyunkat, hogy jelentkezzünk, vagy ne jelentkezzünk, tehát... Ez dilemma volt? Nem akartunk, igen. Nem. Mitől volt ez dilemma? Hát... Nem hiszünk ezekbe a dolgokba. Tehát egyszerűen nem hiszünk benne. Tehát ezek a tehetségkutatók, ezek nem arról híresek, hogy szakmailag megalapozottak lennének, nem arról híresek, hogy korrupciómentesek, nem arról híresek, hogy nem beállítottak. Tehát ez köztudott. Tehát most nem akarom a nagy nevű
akármiket, ilyen kvázi tehetségkutat, tehikutikat itt most bántani, de erről, hát ezt így hívják oda, hát ezt megtanultok, ezt is, tehát, de nagyon komoly gondok vannak, és mi úgy gondoltuk, hogy olyan dologban nem akarunk részt venni, ahol nem az a lényeg, tehát az, hogy az ember mit csinál a színpadon. Akkor kiderült, hogy mégsem? Hát kaptunk egy meghívást, én először azt mondtam, hogy nem, tehát nem érdekel. Öreg vagyok már bohócnak, mondtuk, című fejezette, meg hát nem is is tényleg, és akkor a fiúkkal leültünk beszélni, meg mondták, hogy ez nem olyan lesz, nem olyan lesz, és akkor a fiúkkal leültünk, és akkor úgy voltunk vele, akkor tegyünk egy próbát, még egy utolsót tán, ugye? Itt voltak előválogatások is, ugye? Elsőnek elküldtük egy pár számot, tehát az anyagunkat, és úgy kerültünk be az elődöntőkbe, aminek 5 kere volt, 5x10 együttes játszott ott élőbe. Ja, abból került, tehát ebből az 50-ből került az első 10 tovább az elődöntőbe, itt van a középdöntőbe, és utána még 3. Mi voltunk a középdöntő, elődöntő, és utána a döntőbe 3+1 zenekar. Aha. Tehát egy internet szavazása is be lehetett jutni egy zenekarnak. De hát az ilyen vigaszág volt, tehát az a... És a zsűriről mit kell tudni? Hú, hát ott volt. A zsűr az változó volt, tehát... szakmai zsűri volt elsősorban, tehát ismertebb rock, újságírók, zenészek voltak, és minden alkalommal változott. Tehát mindig volt esetleg egy-két ember, aki bent volt, és akkor mindig hoztak újakat, ami mondjuk nagyon jó volt abban a szempontból, hogy nem mindig ugyanaz az 5-6 ember ítélte meg, hogy ki jut tovább. És akkor ezzel is érdekesebbé vált az egész, meg hát ez mondjuk a beállítottságot teljesen kizárt. Igen, ugyanakkor szerintem is ezzel, többek között ezzel próbálták meg azt is tehát biztosra tehát mutatni, hogy nincs beállítva dolog, tehát mivel teljesen különböző... Nem lehetett a zsűri bárkit favorizáltat volna, mert változott. Tehát az, aki bennünket zsűrizett a középdöntőbe, az elődöntőbe nem zsűrizett. Az elődöntőbe egy teljesen új zsűri volt, és onnan a döntőbe, akik bejutottak a döntőbe pedig Pap Gyula volt a P-Mobilból, ő egy nagyon ismert billentyűs, Kukovec Gábor a Pokolgépből, Moli Zsolt énekes, akkor a Rock TV-nek a tulajdonosa, meg még P-Mobilból... Pokolgépből volt még a basszusgitár, igen. Még egy P-Mobil, most őnek a nevet, bocsánat, de említ eszembe. Send your bones to die for a king. Egészről, hogy ez nem olyan, mint ahogy az emberek itt elképzelik, tehát mint ahogy látták például Boszniában, mi lezajlott, lesz közvállalni ilyen hasonló verseny, hogy tévé közvetíti, nyomják, szavazzanak az emberek, pénz, stb. Nem erről szól, ez arról szól, hogy egy ismertebb budapesti klubba zajlik le, nincs nyilvános tévé közvetítés, tehát nincs ilyen nagy dobra verve, mint ezek, tehát nem arról szól, és itt tulajdonképpen csak a zsűri választhatta ki azt, hogy ki az, aki tetszik nekik, ki az, aki nem. Tehát itt ez egy fontos dolog. Tehát végülis ez volt szerintem az egyik dolog, ami miatt jelentkeztünk, és mikor láttuk, hogy ez így fog lezajlani. Közvetíteni. Milyen lehetőséget ad nektek ez a díj? Hát reméljük, hogy lehetőségeket. Tehát azok, amik most, tehát a nyeremények között, ott többek között olyan dolgok szerepelnek, hogy ismert nyugati zenekar előtt fellépési lehetőség, ismert magyarországi zenekar előtt fellépési lehetőség, a Rock TV finanszíroz egy videospotot teljes egészében, videóklipet, legyártások, minden, tehát a közvetítésen át, reklámok, rádió, különböző internetportálok, újságok, tehát bekerülni Bolcsek Andinak a
az úgynevezett istállójába, tehát ahol több zenekar, többek között a P-Mobil, a Tűzmadár, tehát ezek a zenekarok is ott vannak, tehát menedzsert is kaptunk ezzel, ezzel a dologgal. Ja, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát most egyelőre ez nagyon friss, mi reméljük, hogy lehetőség. Nekünk az volt a fontos. Tehát azt, hogyha utánunk dobtak volna egy, tudom, egy 30-40 ezer dinárt, annak nem nagyon láttuk volna ebben a pillanatban használni. És hasznát láthattuk volna, meg láttuk volna, persze. Tehát ez most butaság, de nekünk hosszú távra. Tehát az éri meg az egész. Az, hogyha koncertek lehetőségeket kapunk. Sajnos a rajongókat, a zeneszeretőket csak úgy lehet meggyőzni, az embereket, akik, hogy koncerten élő zenével. Az élő zené, és ehhez nagyon nehéz hozzájutni. Tehát olyan lehetőségekhez, ahogy az ember meg tudja mutatni magát. De nagyon sok minőséges zenekarnak nincs lehetőség és esélye se arra, hogy nagyobb nézőközönség elé kerüljön, ami mondjuk rá az alapja ennek az egésznek. A CD kiadás az teljesen behalt, arról nem beszélve. Nektek hogy... nincs, és ugye internetről lehet leszedni a... Interneten most hallgatni lehet ezt az új anyagot, ezt mi szeretnénk majd kiadni, ezt mindenféleképpen tehát a saját, ha más nem saját gondozásban kiadni, de hát ezt is pénzt kell. Nem sok, egyébként nem olyan nagyon sok, tehát 500 példányhoz kiadjuk, 500-as példányszámba, ahhoz például 500 euró kellene, és ebben benne van a kis akármi minden, tehát komplet kapna, kész. Tehát nem egy óriási kiadás, de hát sajnos nekünk ez sincs meg, úgyhogy próbáljuk összerakni valahogy koncertekből, meg amikből van, majd megpróbálunk még szponzort keresni, de hát kéne egy harmonikás, akkor lehet, hogy hamarabb találnánk. Hogy hol láthatunk benneteket, vagy ha valaki szeretne? Előfordultok? Hát valószínűleg fogunk hamarosan Szabadkán is. Hol például? Hát például a Mladost klubban, az az egyik van hely. Van egyébként ami... más helyen? Van még a Bolid, az a Majsa hídnál található. Ez a két hely van, ahol ilyen zene elmegy, tehát ahol lehet játszani. Mondjuk Mladostot külön ki kell emelni szerintem, mert egyhogy jó felszerelt, ami a cuccot illeti, tehát az erősítést, komolyság, fény, minden. Tehát mondjuk egy jó hely. Nagyon szervezett az együttes olyan téren, hogy mindenkinek van egy feladata, amit csinál például Endre a weboldalunknak a frissítője, kezelője, úgymond én a Facebook oldalt az egyetesnek frissítem is, törődök vele, tehát ilyen koncertszervezések, mindent közösen csinálunk, és hát persze meg is találhatnak bennünket, tehát van a weboldalunkon, van MySpace oldalunk, van Facebook, Reverbnation, tehát minden, ami, ahol lehet mi és ezen az jelen anyagunkat vagyunk. Is meg lehet hallgatni, igen. Persze. Az anyagunkat meg lehet ezen hallgatni, a YouTube-on pedig a videónkat is meg lehet nézni, és hát nézzük, több mint 3000-en vagyunk. Most olyan 3300-nál tartunk körülbelül két hónap alatt. Az teljesen rendben van. Az azt hiszem, hogy teljesen rendben van. Szóval elégedettek vagyunk. Ez fontos. Ezen a téren. De és majd jön az új videó. Várjuk. Köszönöm. Comes a change, remaining few. I'm too bored to talk about you. Who are you? Who are you? What do you want? What do you want? Ain't it enough? It's enough. The sense of courage has gone. Driven by the way one song, and the deed will be done. A nagy kihívás tehát sikerrel vette a zenekar, a folytatáshoz pedig sok sikert kívánunk. Viszontlátásra!